Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják, és köszöntöm a hívott vendégüket, Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elfogadta a kívásunkat. A vendégszám a nyári fűszezonban a tavalyi időszakhoz hasonlóan alakult a Gyulai Várfürdőben, ami már akkor is kiemelkedő volt. 2017 első negyedéve viszont jóval gyengébb volt, mint a korábbi esztendő azonos időszaka, ez vélhetően az erős télnek köszönhető. A bevételben azonban ez nem vevődött észre. No hát, vége az évnek, illetve hát a szezonnak egész pontosan, mert az évnek még természetesen nincs, de a nyárnak, a főszezonnak igen. Milyen sarokszámokkal sikerült zárni ezt az időszakot? Azt kell mondjam, hogy nagyon jó évet zártunk, rekord évet zártunk, bevétel szempontjából mindenképpen, de most rekord szezon zártunk. A vendégszám a nyári időszakban ugyanúgy alakult, mint a tavalyi évben, ami szintén rekord év volt. Az év első időszakában, tehát a január-március időszak viszont jóval gyengébb volt, mint az előző év. Én ezt a nagy télnek tudom be, illetve a magasabb rezsiszámláknak értelemszerűen. Ezért minimális elmaradásunk van az előző évhez képest, de ez csak a vendégszámot érinti. Bevételben meghaladtuk az előző évet, vendégszámon viszont nagyon kicsit elmaradtunk. A bevétel az mit jelent, hogy meghaladta összegszerűen? Hát 1 milliárd körül járunk most bevételben. Ez egyébként nagyjából előrevetíthető volt, ilyenre számítottak jobbra, rosszabbra? Nehéz jósolni ebben a szektorban, mert rendkívül időjárás függő. Tehát ha 2-3 rossz hétvége bejön, egy esősebb hétvége, akkor az egész éves bevételünkön ez nagyon meg fog látszani. Én bíztam benne, hogy jó időnk lesz, bíztam benne, hogy jönnek a vendégek, és ez így is alakult. Az arányosan egyébként az akvapalota és a medencék is azt a számot hozták, amit várni lehetett? A medencék igen, az akvapalotánál már úgy látom, hogy elértük a csúcsot a tavalyi évben. Tehát az akvapalota éves látogatottsága 188 000 fő. A nyári időszakban folyamatosan teltházzal fut, de mégis azt látjuk, hogy az akvapalota látogatottsága a kicsmértékben is, de már csökken. Már az újdonság varázsát valószínűleg elveszítette, eltelt ugyan jó pár év már, mióta átadtuk, úgyhogy majd előbb vagy utóbb, de az akvapalotánál is egy kis ráncfelvarásra lesz szükség azért, hogy a vendégélményt tovább tudjuk erősíteni. Akkor ez az év is, mondhatjuk azt, hogy ha decemberig arányosan nézzük, akkor nagyjából a tavalyi évet tudja majd hozni. Igen, én abban bízom, hogy mert nagy csoda nem történik, és ez szintén egy nagyon jó év lesz. Mennyire meghatározó mondjuk a programok, akár a Minimaxra vagy egyébre gondolunk, hogy mint húzóerő, mint vendégcsalogató? Egyértelműen, tehát én azt látom, hogy a tendencia az, hogy a fürdő nem csak egy fürdő, hanem egy közösségi tér. Egy olyan hely, ahova az emberek nem csak a víz miatt jönnek, hanem a programok miatt is. És erre a vonalra felfűzve próbáltunk minden hétvégén, de még a hétvég hétköznaponként is rendezvényeket szervezni. Gyakorlatilag aki jár a fürdőbe, az tudja, hogy koncertek voltak, bábszínház volt, mindenféle rendezvényünk volt, Minimaxon és a családi hétvégeken túl természetesen. Tehát egy pezsgő fürdőélet zajlott a városban, úgy érzem. A kedvezményes gyulai belépő még mindig vonzó, tehát jönnek a helyiek? Nem annyira jönnek, amennyire szeretnénk. És így belenézek a kamerába, tehát nem annyira jönnek, amire szeretnénk, pedig ennyire olcsó, és ilyen lehetőség nincs sehol az országban. Tehát az egyértelmű, hogy az 500 forintos úszójegy, az egy kuriózum, tehát egy fürdés otthon szinte többe kerül, ha belegondol az ember. És ebben van szauna is. Tehát nem csak egy feszített víztükrő 50-es, ahol két úszodamester vigyáz az emberre, és egy 25-ös medence, hanem van még egy szauna is, és ennek ellenére az 500 forintos jegy megmozgatta, de nem olyan mértékben mozgatta meg a gyulaiakat, amennyire én szerettem volna, vagy amennyire szeretném. És erre ráerősítve még azt is bevezettük most, hogy az őszi időszakokban és hétköznaponként a gyulaiak egészen kedvezményes feltételekkel tudják a teljes fürdőt használni. Ez azt jelenti, hogy gyulai igazolvánnyal 545 forint egész napra hétköznaponként, és a kiemelt időszakok kivételével természetesen a fürdőbe lépünk. Ezzel mit lehet igénybe venni? Ezzel gyakorlatilag igénybe lehet venni a termálmedencéket, igénybe lehet venni az uszodát, ugyanúgy gyakorlatilag a teljes fürdőt, kivéve a kasztaró szaunaparkunkat, illetve az akvapalotát, mert oda külön kell fizetni. A gyulai fürdő számára a kiélezett versenyhelyzetben nagyon fontos, hogy olyan hosszú távú fejlesztési stratégiával rendelkezzen, amely jó előre meghatározza a létesítmény jövőjét. Ebben első helyen szerepel a kutak és medencék korszerűsítése és újak létesítése. De több olyan kisebb felújítás is elengedhetetlenné válik, ami növeli a vendégek komfortérzetét. No hát ezekből is kiderül, hogy természetesen sok fejlesztés, változás történt, de nem lehet megállni. Hát éppen a múltkori testületülésen volt szó, ugye ehhez kapcsolódóan a 10 éves stratégiai tervéről a Gyulai Várfürdőnek, akkor ezt egy kicsit bontsuk ki, induljunk el a
Kályhától. Hát igen, ha Kályhától akarunk indulni, akkor onnan kellene elinduljunk, hogy mi a várfürdő küldetése. Mert a várfürdő küldetése az az, hogy megtöltse a várost vendégekkel. Egyértelmű, hogy a fürdő nélkül Gyulán nem közel 500 000 vendég éjszaka lenne, hanem ennek az egyötöde talán. Tehát a fürdő az egész turizmusnak a motorja. Rengeteg család, több száz család megélhetését biztosítja, közvetlenül, mint dolgozó, és természetesen az apartmanokon, szállásadón keresztül áttételesen is. Ez azt jelenti, hogy erre a küldetésre nekünk ki kell dolgoznunk egy víziót. Tehát milyen fürdőt szeretnénk látni, ami ezt a funkcióját be fogja tudni tölteni a jövőben is. Mert azt látjuk, hogy azért a fürdő szürkül, ez tagadhatatlan, a verseny pedig nagyon erős. Tehát rengeteg pénz jut ugye Hajdúszoboszlóra, rengeteg pénz jut a környező fürdőkbe, azt látjuk, hogy mindenhol építkezés zajlik, és határokon innen és határon túl is, ugye gondoljunk csak a nagyváradi élményfürdőre akár, úgyhogy nekünk versenyben kell maradni, és pontosan át kell gondoljuk előre, hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani azért, hogy az elszűkölés megálljon, illetve megforduljon ez a trend. Tehát oké, hogy most nagyon sokan jönnek hozzánk, de azért, hogy ez így is maradjon az elkövetkező 10 évben akár, azért nekünk dolgoznunk kell nagyon sokat. És ugye van egy víziónk, tehát természetesen nekem is van egy elképzelésem arról, hogy milyen fürdőt szeretnék, de ezt részleteiben ki kell dolgozni, ezt formába kell önteni azért, hogyha az élet úgy hozza, hogy egyszer kapunk rá pénzt, tehát nem csak saját erőből dolgozunk, hanem kapunk rá támogatási pénzt, ne akkor kelljen kitalálni, hogy mit akarunk, akkor már egy kész elképzelésekkel és jól kidolgozott terveket tudjunk letenni az asztalra, mert aki gyorsan lép, az gyorsabban is jut pénzhez, illetve sikeresebb is tud lenni természetesen. Na hát akkor azt javaslom, hogy ha terv szinten is, de azért menjünk végig, hogy mik lennének azok a legfontosabb dolgok, ahol kellene lépni. És hát nyilván a pénz majd meghatározza ennek a lehetőségét, de mekkorát lehet álmodni? Lehet álmodni természetesen. A magyar turizmusnak 3 alappillérét határozták most meg a 2030-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiában. Az egyik pillér ebből a gyógyturizmus. Ezen kívül még a sportturizmus is meg lehet nevezítve, de a gyógyturizmus az, ami minket kifejezetten érint, illetve a kultúra a 3. pillér. A gyógyturizmuson belül pedig a termálvíz. Ugye Magyarországnak nincs tengerpartja, Magyarországnak nincsenek óriási hegyei, Magyarországnak egy valamije van, ami igazi érték, az a termálvize. És erre a termálvízre kell ráhúzni a teljes, egyfelől véleményem szerint teljes magyar turisztikát, másfelől pedig ezen kifejezetten a gyulai turizmust is. És jelenleg ugye vannak termálkútjaink, de a termálvízünk nem tudom mennyire köztudott, ez de kevés. Tehát kifejezetten probléma, hogy minden napra meg legyenek töltve a medencéink. Tehát amire nekünk elsősorban szükségünk lenne, az még termálkutak fúrása. És akkor innen indítanám, hogy a stratégia az, hogy megvalósulni és bővülni tudjunk, új termálkutakat kell fúrni, a meglévő kutakat rendbe kell tenni, mert ezek nagyon régi technológia, nem az a technológia, ami kútkímélő, tehát mi nem szivattyú, van olyan kutunk, ami kompresszorral működik, és ez nem kíméli a kutakat. Erről nyilván a főmérnök többet tudna mesélni, mint én. Tehát első dolog, hogy a kutainkat rendbe kell tenni, másik dolog, hogy új kutakat kell fúrni ahhoz, hogy bővülni tudjunk. A termálmedencéink száma kevés. Ez egyértelműen látszik, hogy a nyári időszakokban, a kiemelt időszakokban, mint a heringek. Úgy vannak a vendégek. Hétköznaponként, illetve most a szezonon kívül időszakban természetesen elférnek, de új kutak kellenének, új medencéket kell építenünk. Annak, hogy ezt hova építsük, hogy építsük és miből építsük, nyilván a stratégiát ez is. A stratégiának ezt is meg kell határozni. Természetesen vannak elképzeléseink, de ezt ki kell dolgozni. A másik, ami nagyon fontos, az a családok, a családbarát. Ugye a családbarát ország, Magyarország, ez mindenhol látszik, és a fürdőknek is családbarátnak kell lenni. Jelenleg a gyerekmedencénk, ami az egyik legfelkapottabb medence, az már egy 2002-es beruházásból született, és középen meg van repedve, ereszt a víz, stb. Tehát nem is azt mondom, hogy középtávon, de már rövid távon egy nagyon nagy, grandiózus beruházásban gondolkodunk abban, hogy a gyermekmedencét kibővítjük és felújítjuk olyat, ami után az elkövetkező 10-15 évben újra élmény lesz. Tehát ez a másik vonal, tehát egyfelől a családban áll, másfelől a gyógyturizmus, és ez a vonal az, ami a fő pillére lenne a mi stratégiánknak az én fejemben. Emellé természetesen társul a gyógyászatunk fejlesztése is, az látszik, hogy a gyógyászatnak a vendégköre az kopik. A kezelések száma az elmúlt 5 évben eddig folyamatosan csökkent. Most úgy tűnik, hogy a mostani számok alapján ezt sikerült megállítanunk, megfordítanunk. De egyértelműen cél, hogy azt a típusú
paradigmaváltást, ami megtörtént a gyógyászatban, azt mi is végrehajtsuk, mert egyébként itt is el fogunk szürkülni. Ez természetesen nagyon sok pénz és nagyon sok szaktudás, hogy mi is az az új trend, mik azok az irányok a gyógyászatban, a balneológiában, amire nekünk rá kell csatlakozni. Úgyhogy ez egy másik irány lesz. Ebben már természetesen a fürdőorvosokkal gondolkodunk, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek. Természetesen itt az egyik legnagyobb problémánk a helyhiány. Ugye, mert a fürdő kicsi, és a bővítéshez pedig hely kellene. Úgyhogy még ezen is van mit agyalni, úgymond. Tehát természetesen a kisebb fejlesztésekben is gondolkodunk. Tehát jelenleg kevés az öltöző kapacitás egyértelműen. Öltözőket kell bővítenünk, de ehhez is hely kell. Mindenhol az országban most már koedukált öltözők vannak, külön öltözőfőkékkel. Sokkal nagyobb a tér. Tehát, amikor a család megérkezik, akkor nem jobbra megy apuka, balra megy anyuka, hanem a gyerekekkel, hanem együtt tudnak öltözni, külön öltözőfőkékben egy helyre tudnak pakolni. Mindenhol ez van már, ez a jövő. Megvannak a terveink, kész tervek vannak arra, hogy tudnánk átalakítani, csak nyilván egyfelől lesz pénz. Másfelől mikor tudjuk átalakítani, harmadrészt pedig tényleg hely kell hozzá, hogy bővölni tudjunk. A stratégia tehát meg van fogalmazva. Hát ezen kívül még folytathatnám sokáig, tehát ugyanúgy a versenyúszoda résznél, ugye ott azért a Szigeterőt projekt első ütemében már megfogalmazódott, hogy amennyiben lesz szigeterőd és amennyiben kapunk rá támogatást, úgy akkor egy versenyúszoda projekt is el fog készülni. Úgyhogy ez még egy külön megoldás. Amennyiben viszont nem kapunk rá pénzt, ugyanúgy gondolkodnunk kell, hogy miből fogjuk felújítani az 50-es medencénket, tehát az 50-es, 25-öst, az öltözőt hozzá, mert ez már nincs olyan állapotban, hogy sokáig így működhet. Tehát most már lassan mindenki, aki járulszni tudja, hogy ez lassan veszélyessé válik. Uh-huh. Egyébként a Szigeterő program akkor csak ezt befolyásolná, de igazából a többihez illeszkedik, a medencékhez is, egyébhez, amelyeket elmondott. Igen, viszont a Szigeterőd projekt egy később ütemében ugye az élővíz csatorna átvezetése is szerepel a fürdőn, ami összekötni a mostani élővíz csatornát a vártóval, és a várat megkerülve újra becsatlakozna az élővíz csatornába. Ez sok zöld felületet vesz el, illetve ezt át kell azért gondolnunk, mert akkor más terület, azokon a területeken, ahol ezek a folyómeder pálya ki van jelölve, oda mi nem tudunk tervezni, éppen építkezni. Egyébként jellemzően a családok jönnek, tehát hogy a várfürdőt azt ők kedvelik a leginkább? Így van. A várfürdőt az idősebb gyógyulni vágyók, egyértelműen, illetve a családosok keresik. És most egy harmadik csoport is felbukkant, azok a fiatalok, akiknek még ugye családjuk nincs, de pénzük már van költeni, és így szeretnek pár napra hétvégénken megjelenni. És újra ez a vendégkör is úgy látszik, hogy felfedezte magának Gyulát. Nyilván Gyulára lejönni az mindig egy kihívás, tehát ez egyértelmű. De úgy azt látjuk a felmérésekből, hogy már ők is megjelentek a városban. Természetesen ez a célcsoport lenne, tehát Gyulának nyilván az a célcsoportja, aki sokáig marad és sokat költ, és egy kulturális szintet azért megüt, természetesen. Úgyhogy rájuk is lövünk, és hál' Istennek ők is úgy tűnik, hogy megjelentek a fürdő környékén, a város környékén. A menedzsment az ideérkező turistáknak most nem tervezi a kedvezmények bevezetését, mert a gyulai fürdő egyébként is a kisebb árkategóriába tartozik országos viszonylatban, de a helyiek számára bevezették az 545 forintos egésznapos jegyet, amivel az Aquapalota és a Castello Sauna Park kivételével minden szolgáltatás igénybe vehető. Térjünk rá akkor az anyagiakra, már említettük ezt a nagyon kedvező gyulaiaknak. Ilyenkor télen, ősszel hogyan alakítják ki az árakat, milyen kedvezményeket, mennyire rugalmas, mi várható a tekintetben? Nyáron, ugye kiemelt időszakban magasabb árakkal dolgozunk, és nem vettük vissza ezeket az árakat most ősszel sem. Tehát ez tudatos, ez egy döntés volt, ez, ha vehetjük, úgy egy bújtatott áremelés volt, de sajnos árakat kell emeljünk, ugye emelkednek az árak, a béreket is emelnünk kell természetesen ezzel párhuzamosan. Milyen akciókban gondolkozunk, tehát milyen kedvezmények lesznek? Azoknak, akik már eljöttek Gyulára, mi nem fogunk kedvezményt adni, mert így is a gyulai fürdő az a fürdőár kategóriákban az alsó harmad tetején található körülbelül. Tehát Gyulánál sokkal rosszabb minőségű fürdők sokkal magasabb áron dolgoznak. Ezt tudjuk, tehát ezt össze tudjuk hasonlítani, erre vannak elemzéseink. Tehát a gyulaikon kívül azok, akik a városba érkeznek, különösebb ártípusú támogatást nem fognak kapni. Ez a gyulaiakra van kitalálva. Abban gondolkodunk, hogy ha van egy ilyen gyönyörű fürdőnk, ha van egy ilyen minőségű termálvízünk, akkor szeretnénk, ha azt a gyulaiak kedvezményesen használhatnák.
Ezért lett ez az 500. Ezért lett ez, igen. Én még annyiban gondolkodom, de ennek nincsenek kidolgozva a részletei, hogy azokban az időszakokban, amikor a leggyengébb a várfürdő látogatottsága, ez a január, február, március időszak, illetve a november, akkor ezekben az időszakban az akvapalotára fogunk valami kedvezményt kitalálni. Én egyelőre abban gondolkodom, hogy egyet fizet, kettőt kap, tehát páros belépésekben gondolkodom, de ezt még ennek az informatikai hátterét meg kell teremteni, tehát ezt még ki kell dolgozni. Úgyhogy ez nem is egy bejelentés volt, ez még csak egy ötlet. No hát bő 2,5 hónap van hátra az idejéből. Mik azok a munkák, tervek, amiket még itt meg tudnak valósítani, és egyáltalán mire számíthatunk az év további részében? Már nincs sok az évből. Egyelőre az egyik legnagyobb fejlesztésünk, amit elkezdtünk, az a műszaki udvarunk rendbetétele. Gyakorlatilag a kollégáink, a karbantartó kollégáink a téli időszakban olyan feltételekkel kell dolgozzanak, hogy már nem lehet dolgozni. Tehát ahol már nem lehet dolgozni, gyakorlatilag a műszaki udvart kell rendbe tegyük, hogy a felújítások nagy része az ne a tavaszi rövid időszakra esse, mikor már elég jó idő van ahhoz, hogy kint tudnak dolgozni, hanem olyan műhelyeket akarunk kidolgozni, felépíteni, ami a téli munkát is lehetővé teszi. És a tervek most készülnek az átalakításra, a pénz már el van rá különítve, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy még a következő év legelején neki tudunk látni már a valós kivitelezésnek is. És hát gondolom, ilyenkor kisebb-nagyobb karbantartásokat a tél megüvet el kell végezni. Természetesen ezek folyamat. A karbantartások, a kút karbantartások, a vezetékek karbantartások folyamatosan történnek. Hú, Miklós, köszönöm szépen, és akkor kívánjuk, hogy ez a 10 éves stratégia valóban meg tudjon valósulni. Úgy legyen. Önök a három témát látták, köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.